Sziasztok, ez a Motoros Utazó csatorna, én Csaba vagyok. Vágjunk bele, itt vagyunk jelenleg egy vezetéstechnikai tréningen. Itt áll mellettem Kozma Tamás, aki többek között az instruktorok közül az egyik instruktor. Mit lehet róla tudni, Tamás, mióta foglalkozom motorozással, illetve... Sziasztok, mióta 12 éves, 40 éves a jogosítványom. Igen? 15 évet töltöttem el a gyorsasági versenysportban aktívan, különféle kategóriákban. Ide a Full Control csapatába olyan 17 környékén csatlakoztam, és 18-tól oktatok, tehát aktívan részt veszek az oktatásban is. Hogyan érdemes érkezni egy ilyen tréningre? Mivel azért ezek a tréningek rendkívül fárasztóak, mind fizikálisan, mind mentálisan, tehát mindenképpen kipihenve érdemes azért ide érkezni, tehát nem egy átitalozott éjszaka után. Igen. Tehát ez mindenképpen fontos. Más védőfelszerelés mindenképpen meg. Igen, ezt akartam még kérdezni, hogy a mentális, illetve a... Csizma, sisak, kesztyű, kabát, ez a minimum. Én mondjuk azt mondom, hogy a térprotektor is mindenképpen. A gyakorlatokat nálunk csak így lehet végezni, ahogy mi is így mutatjuk meg őket felöltözve. Mennyi időt vesz igénybe egy ilyen motoros tréning? Nálunk az egész napos tréningek, ezek 9-től délután 4-ig, fél 5-ig tartanak. Gyakorlatilag dél és egy óra között van azért egy hosszabb ebédszünet. Igen. Maga a tréningek minden egyes feladatkör egy ilyen 20-25 perces blokkokból állnak, tehát köztem mindig van egy kis pihenő, kávé és üdítő fogyasztására lehetőség. És milyen feladatok, hogy épül föl maga egy ilyen motoros tréning kezdetektől így teljesen a végéig? Ebédszünetet azt tudjuk, hogy már benne van. Így van. Hát ugye van egy helyszíni felelősségvállalási nyilatkozat aláírása, ebédnek a kitöltése, utána egy rövid megismerkedés, bemutatkozás a résztvevők felől, hogy mióta motoroznak, esetleg voltak-e már máshol tréningen, stb. Hogy egy kicsit megismerjük egymást. Ez szerint választjuk ki, hogy ki hol kezdjen. Alapozó vagy haladó csoportba. Tehát ezek szerint akkor a tréning az két csoportra bomlik. Így van, két csoportba van. Itt azért nagyon sok olyan van, ahogy láttad te is, Csaba, azért a motorozásról, hogy azért vannak itt már, akik egész magas szinten űzik, és elsajátították már ezeket a gyakorlatokat, és nagyon jól is motoroznak utcán is, meg máshol is. És alapvetően, ahogy te látod, milyen nagy százalékban milyen tudással érkeznek ide a tanulni vágyók? Változó. Mindig az első tréning mindig egy választópont. Ott valaki vagy rá ismer arra, hogy erre milyen nagy szükség van és mennyire fontos, vagy azt mondja, hogy őt ezt igazából hülyeségnek tartja, nem sokat tanult belőle, nem tartja hasznosnak, ők nem fognak nyilván hozzánk sem jönni, de máshova sem. Igen. Mi mindig azt mondjuk, hogy nem a mi képzésünk a legjobb, minél több tréningre menjenek el, minél több helyre, mindenhol egy kicsit másképp tanítanak, oktatnak dolgokat, de mindenhonnan lehet tudást összeszedni.
Alapvetően akkor hát nagyjából meg is válaszoltad a kérdést, hogy kiknek ajánlanád ezt a tréninget? Minden motorosnak. A lehetőség szerint az az év minimum egy, lehetőleg ugye szezon kezdetekor, mert azért mi is tapasztaljuk a saját magunkon, hogy mi április 1-én vagy első hetében szoktunk saját magunknak csinálni egy tréninget, ahol azt mondjuk, hogy bemotorozzuk magunkat. Aha. Mert még mi is azt mondjuk, hogy megkopik annyira a tél alkalmával a tudásunk, hogy fel kell nekünk is elevinníteni. Most aki meg még több időre teszi le, mert ott azért a Balázs is, én is, azért én azt mondom, hogy majdnem nagyon kevés a holt szezon, tehát majd motorozunk egész télen, és mégis azt érezzük tavasszal, hogy hát ez nem olyan, mint ahogy ősszel abba hagytuk. Igen. Ezt a tudást, amit itt felszednek, ezt leginkább hol tudják majd alkalmazni? Mindenképpen, hogy biztonságosabban fognak tudni közlekedni, élvezetesebben fognak motorozni, és mindenről ugye a vészfékezés, vészszikelős az mindenképpen egy vészhelyzet valós kivédésére. Hát a közúti vészhelyzetnek a... Így van. Bár ugye hát azért egy vészfékezést is ugye azért fektetünk nagyon nagy hangsúlyt rá, mert azt nem gyakorolják az emberek. Mert elmész motorozni, kanyarodni, mindig kanyarogsz. Igen. Valamilyen szinten, utcasarkon. Benne is van a nevében, a vészfékezés az csak az vész esetében, viszont abban azt meg nem tudod előre betanulni, hogy milyen, ha nem mész elő vezetés technikai tréningre. Így van, sokan nem is tudják, hogy viselkedik egyáltalán a motor, egyáltalán, főleg mondjuk egy ABS-es motor. Vagy egy ABS nélkül, amikor megcsúszik az első kerék, igen. Így van, én mindig azt mondom, hogy ezt önállóan is, ha megvan már a technikája, önállóan is kell gyakorolni, mert az, hogy amikor kell, akkor meg nagyon kell tudni. Igen. Azt hozzáteszem nektek, hogy én, mikor elkezdtem a jogosítványomat 2015-ben, még nem lett meg a forgalmi, de már elmentem egy képzésre. Utána egymás után vagy két-háromra, utána évente egyszer. Volt olyan szezon, mikor engem gyakorlatilag a vészfékezés és az elkerülés mentett meg attól, hogy balesetet szenvedjek. Úgyhogy nagyon hasznos tud lenni, én is azt tapasztalom. Körülbelül egy ilyen tréningen meghúzzátok azt a vonalat, azt a határt, amikor a létszám ügyileg... Tehát mi mereven kötjük magunkat ahhoz, hogy egy instruktor max. 5 ember tud rekord felügyelni, vagy instrukciókat adni, tanácsokat. Ettől többet, ha vállal az ember, akkor nem lesz olyan az a képzés, amire nekünk a szemléletünk, meg az egész alapul, az egész képzési metodikánk szerint. Itt most jelenleg hány fő van, azt tudod-e? 20. 20. Arra vagytok négyen. Így. Tehát akkor instruktoronként, ahogy mondtad, 5 ember. 5 ember. Nem akarunk többet. Ugye mindig ezért az a baj, hogy mindig nagyon hamar megtelnek a képzései. Igen. Tehát akkor értelemszerűen a hatékonyságot helyezitek előtérbe. Így van. Véget ért a móka mára, bezárult a full control mókatára.
tehát gyakorlatilag vége a mai vezetéstechnikai tréningnek. Mint látjátok mögöttem, egyesével kérdezgetik ki a oktatandó személyeket, hogy hogy érezték magukat a mai nap, mennyire volt élménydús, illetve hatékony a vezetéstechnikai tréning. Gyakorlatilag egyöntetően azt lehet mondani, hogy mindenkinek nagyon tetszett, mindenki magabiztosabbnak érzi most már magát a motoron. Neked is azt tudom tanácsolni, ha ugyan augusztus van, de sosem késő, ha még idén nem mentél el egy vezetéstechnikai tréningre, a leírásban lent megtalálod, hogy mi ennek a vezetéstechnikai tréningnek a elérhetősége. Itt vannak Győrtől nem messze, mint láttátok a videóban, egy nagyon jól összerakott és hatalmas nagy pálya. Nagyon jó szaktudással rendelkező és segítőkész instruktorokkal. Szerintem egynél több már nem is kell ahhoz, hogy a lenti linkre kattints és regisztrálj a következő eseményre, a következő tréningre. A mai nap ennyi volt mára, köszönöm a figyelmet nektek, találkozunk a következő alkalommal. Sziasztok!